omagyánati mirandesja, genanjanasa lakaja, csak surun militamina, tasmai shri gurave namaha, nama om vishnu padaya, krishna prashtaya bhutale, shrimate bhakti vedanta swamini tinamine, namaste, gurave prachya, nirvishesha shunyavadi, paschatya desha tarine, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Somszédból. Nagyon jó. Aha, nagyon jó. Jó, köszönjük. Jó, akkor ma beszéljünk a születésekről. Ugye, Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja, aki megszületik, az meg fog halni. Aki meghalt, az meg fog születni. Igen, ezt mondja Krishna Bhagavad Gita-ban. És mondja, hogy hát mi már egy évlet alatt több testet cseréljünk. De én azt mondja, tádehe, kaumarám, jóvarám, dzsará, tehát hádhántara praptir, díra, sztátra nem uhjati. A születés, ugye, dzsanma, dehi, amikor a lélek megkapja a testet, akkor megy csecsemőkortól gyerekkorba, gyerekkortól serdülő. Serdülőtől felnőtt, utána öreg, és utána újra kezdődik. Hogy már egy élet alatt sok testet cseréli. Szóval lehet 7 évente nem csak születésnapot ünnepelni, hanem újra születést. Mert mi tudjunk, a tudósok is megállapították, hogy 7 évente kicserélődik testnek minden sejtje. De mi nem változik? Amikor voltál 5 éves, te voltál, vagy más volt? Én. Te voltál. Igen, az én az nem változik. Változik a testünk, de a lélek az sose változik, hogy én csit, szát, csit, a tudatunk. Az, hogy én vagyok a tudatos, én tapasztaltam, amikor gyerek voltam, én tapasztalok most, lehet, hogy test teljesen más, de a személy, aki tapasztalja, az mindig ugyanaz. És amikor valaki csak születik emberi testbe, és anyagi szemszögből ünnepeli az egész életét, összes születi napot, most ezt csinálják, ez a divat, emberek ajándékokat adnak, akinek van szülinapja, akkor, ami utána 5 perc múlva ember kidobja, mert az ajándékozásnak a lényege, tudjátok mi a legfontosabb? Unboxing. Aki ügyesebb, az online unboxingot csinálja, utána, amikor vége a videónak, kidobja, mert úgyse kell már. Utána kapja egy tortát, raknak a gyertyákat, elfújja a gyertyákat, és ezzel rontja a látását. Mert nem szabad fújni a tűzre. Szóval alapban a világi születésnapoknak csak rossz karmát, rossz karmát csinálnak, a következménye büntetés. De amikor valaki akár a saját testnek a születésnapot összekapcsolja lelki dologgal, lelki témával, akkor ez a születésnap hasznos, mert akkor ő tisztul, fejlődik, mint a Vedanta Sutra, azt mondja, hogy adható Brahma Jigyasu. Meg most már megkaptál emberi születést, ez nagyon ritka, mert csak emberi testben érdeklődhetsz Isten iránt. Nem csak, hogy mondja, ezt csinálhatod, hanem ez az élet értelme. Azért kaptál emberi testet, hogy Isten úr iránt kötassál, hogy én ki vagyok én lélek vagyok, nem vagyok ez a test, ki Isten, ez a lényeg. Hogyha ez nincs,
De akkor a kutyáknak is lehet ünnepelni születésnapot, macskáknak, és hogyha embernek, aki emberi testbe születik, az evés, az alvás, a párzás, a védekezés, magyarul a mostani, amit nekünk adja a kultúra, hogy ez az értékrend, akkor ez állat. Egyszer Prabhupád találkozott egy gazdag emberrel. És Srila Prabhupád, ő egy szent ember, őszinte volt, és egyenesen kérdezte. Szerinted a te életed mennyibe különbözik a disznó élettől? Így jobb bekérdezte. De őszinte is jó ember volt, elgondolkodott, azt mondta, hogy nincs semmibe igazából, mert ha nincsen lelki értelem az életemben, akkor ez ugyanolyan állati. Dvipáda pásul, védikus írások magyaráznak, hogy az ember az állattól különbözteti nem a test, hogy én most emberi testben vagyok, hanem a tudat. Hogy a tudat és az értékrendek maradnak, mint az állati, akkor dvipáda, ez azt jelenti két lábú pásó, állat. Akkor ez a lényeg. Azért, mert a emberi életnek a értelme, janma karma csemedi vám, ivám jóti tattvata. Csektva deham punar janma. Neti ma meti szorjuna. Hogy valaki, aki emberi testben született, és törekszik, hogy megértsen Istennek a természetét, az ő megjelenését, az ő cselekedeteknek a természetét, na akkor ez a születésnap az hasznos. Ugye most jöttünk ide, énekeljünk Hare Krishna, akkor halljunk, beszéljünk Krishnáról, akkor ilyen születésnap adja lelki szamszkár, lelki élményeket. Ez azt jelenti, hogy segít embernek megoldani az életét, nem belebonyolodni jobban a szenvedés labirintusába. Mert Krishna mondja, amikor így a lelki értelmeinkbe ünnepeljünk az életünket, akkor vitarága bájakróda, mammaja mamma pasarita, bahavó gyána tapasza. Hogy akkor ember megszabadul. Vita rága, bája, króda, félelem, króda, dühtől, szóval minden szenvedéstől. De most, hogyha mi megnézünk, nem tudom, napontól hány születésnapot ünnepelnek az emberek. Meg lehet nézni a statisztikát, hogy pszichikailag és egészség szempontból kinek a születésnap ünneplése segített. Kinek jobb lett az élete, anyagilag, pszichikailag? Senkinek. Miért? Mert megoldás az életre, ez a lelki. Hogyha van lelki alap, akkor a születésnap is már nagyon hasznos. Ez a fő dolog. Mint most Gadagrás Prabhu mondta, hogy meséljünk egy kicsit a táborról is. Az is, hogy embernek, köszönöm szépen, igénye van kicsit pihenni, vagy nyaralni. Ez egy természetes dolog. De hogyha össze van kapcsolva lelki dologgal, akkor annak még sokkal nagyobb, mélyebb pihenése lesz. Miért? A védikus írások magyaráznak, mert mikor bármikor pihensz, vagy dolgozol, vagy kapcsolatot építesz, családot építesz, szeretett kapcsolatot akarsz, hogyha minden lelkivel van összekapcsolva, akkor igazán minden fog működni. Mint a gyökér. Ugye mikor fát egy normális kertészet, tudja, hogy csak a gyökért kell lacsolni a fának. Hogyha a gyökérek vannak lacsolva, akkor a gyökér miatt a fának minden sejtje lesz elégedett és boldog. De ugyanúgy Isten mindennek az alapja a gyökére, és mikor mondjuk van születésnap, akkor azt összekapcsolunk Istennel, hogy akarunk, most mindenki beszél szeretet, 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 de a szeretet sose lesz teljes, hogyha ki van hagyva az Isten.
megint, hogyha nincsen locsolva a gyökér, hogyha Istenbe be van fektetve, akkor az ember szívében a szeretet az igazán kinyílik. És akkor lesz tökéletes. És akkor ugyanúgy születésnap, hogyha van kapcsolatban Istennel, akkor tökéletes a születésnap. Tökéletes születésnapod van. Nincs hiba. Miért? Mert Isten tökéletes, Istenben nincs hiba, és hogyha van nekünk, mondjuk a maga születés, ez hiba. Nem? Hát mi rossz karmát csináltunk, hogy újra kellett születni. Ez hiba. De amikor a születésnapunk van összekapcsolva Istennel, az tökéletes. És ugyanúgy, hogyha valaki megy nyaralni, de ott van Istennel össze van kapcsolva, akkor tökéletes a nyaralás. Júniusban volt a Peti is, meg a Szacsi Szindú Prabhu, meg a Jitendriya Prabhu, meg Govindári Prabhu is, meg a Ernő is volt, igen. Nekem a kedvencem ezen a szigeten, ez a kolostor. Voltál te is? Te voltál Jitendriya Prabhu kolostorban? Én most kétszer voltunk, most a szeptemberben. Kolostor, akkor van reggeli program, egy kicsi, pici mini program, akkor van délelőtt, van finom, szent praszádám, utána van esti kirtán, mostani össze kirtánon úgy táncolt mindenki, nagyon jó volt, nagyon szép volt. És akkor ez a jó, amikor van kapcsolat, úgy mondják a védikus írások, amikor mi egy bizonyos, szóval minden kapcsolunk Istennel, akkor az, mert hogyha nincs Isten, nyaralás, születésnap, minden, akkor a karma labirintusból eltéved az ember. Akkor a probléma az csak nőni fog. Ahogy csak össze van kapcsolva Istennel, akkor lelki szamszkárokat kap, ember megoldja minden anyagi problémát, ahogy mondtam, vitarága bájákra szóval itt a minden pszichikai traumától meggyógyul. A megoldás az a lelki. Most annyi coach van itt a világban, annyi pszichológus van, minden sarokban van valaki, aki tud nekünk segíteni, de nem tudnak segíteni. Mert sok ember mondja, hát nekem igazából lelki problémám van. Igen. De ezek a coachok, ők nem lelki emberek. Ők nem tudnak, hogy a te lelki problémát megoldjanak. Próbálnak trükköket mondani, hogy hogy kell, így kell, meg úgy kell. Valamikor belemennek valakinek a gyerek korába, akkor az egy kicsit enyhíti az életét, valahol családállítás, családszétszedés, mindenféle dolgokat próbálkoznak, és valahogy picit segít, de valójában nem tud. Miért? Mert a fő probléma az a lelki. Dur daivam, ihajani nanu rága. Ugye mondja Úr Csaitanya, hogy a fő probléma, hogy nekem, hogy a lelki szemszögből rendbe hozom, akkor meg a klíma is megváltozik. És se vászem, idem szarvám, mert kincsem dzsagatam dzsagat. Ugye ez a világ, ez minden harmóniában van, hogyha az ember csak ennyit használ, amennyi az ő része. Amikor mohóvá válik, ami most van, ez a fogyasztó, igazából igen, fogyasztó, már most már egy kicsit nem is fogyasztó társadalom, termelő társadalomban vagyunk, ez felbontja az egyensúlyt az univerzumban, a világban, és akkor jönnek a problémák. De lelki, hogyha lelkileg, akkor ember elégedett lesz azzal, ami van, mert ahogyha lelki ürességünk van, az a kis lúk, az olyan végtelen, mint Isten. Az nem, és ember próbál betömni, bevásárol, ide megy, oda megy, és akkor próbál beletömni ezt a lukat a szívébe, de mindenki érzi ürességet. Van ez a lúk, az az üreg a szívbe, és nem pszichológus nem, nem segít, kábítószer nem segít, semmi nem segít. Mert Isten kell ide, mert Isten ő végtelen. Ebben a végtelen lukba csak Isten tud nekünk tökéletesen betömni ezt a lukat, és akkor tökéletes lesz, minden fog működni. És az lehet Hare Krishna formába, pizza formába,
bármilyen formában lehet Krishna jöjjön a szívükbe, és akkor fog sikerülni. És amit akkor ott a kolostorban, nagyon eldugult helyen, olyan helyen, hogy ott 3-4 órát gyalog kell jönni. Szóval nem lehet kocsival se, hogy nem lehet oda jönni. De akik ott lakták, az elégedettek voltak és boldogok. Miért? Mert volt kapcsolat Istennel. És ez a megoldás mindenre. Hogyha akarunk boldogok lenni, akarunk kiegyensúlyozott és tapasztalni, mit jelent szeretni, mit jelent szeretve lenni, az Isten nélkül esélytelen. Semmi. Nem fog menni. Csak vele. Röviden ennyi. Akkor Sisirad Hásáma Szundar Ki Jai, Sri Ugrani Simadev Bhagavan Ki Jai, Sri Sri Gaur Nitai Ki Jai, Sri La Prabhupad Ki Jai, Nitai Gaur Premanandi. Haribo! Bhaktipad Goswami Maharaj Ki Jai, Gaur Bhaktavrinda Ki Jai.